A Supercell Fejér megyében és Székesfehérváron is lecsapott. Az orkán erejű szél és a felhőszakadás okozta károk elhárítása alaposan igénybe vette a katasztrófavédelem szakembereit. Tegnap este 8-kor, illetve pontosan 19 óra 40 perckor még Adonyból jelentkeztem be a Magyar Televíziónak, hogy megdőlt Fejér megyében a melegrekord, ugye a Dunaparti kisvárosban 38,8 fokot mértek. Mire hazaérkeztünk, 3-9 tájénkán elszabadult a pokol. Mi történt Fejér megyében? Hogy lehet összefoglalni? Nagyon pontos az időjelzésed. Körülbelül 9 óra magasságában ért el a viharcell a Fejér megye területén, Balaton felől érkezett. Az éjszaka folyamán este 9-től hajnal fél 5-ig összesen 42 olyan riasztás érkezett, segélykérő hívás érkezett, ami viharkárokra vonatkozott. Ezeknek döntős többsége fakidőlés, faág leszakadás, illetve itt Székesfehérvár belterületén épületkárnál tetőszerkezetet bontotta meg a szél, illetve egy helyen a kémény dőlt le. Ilyen helyszíneken kellett beavatkozni Fejér megye tűzoltóinak. A hivatásos tűzoltók mellett az önkormányzati tűzoltók is kivették a részüket a munkából, és számos önkéntes tűzoltó egyesület is segítséget nyújtott. Három esetet szeretnék kiemelni részletesebben. Az egyik az rögtön este 9 órakor történt a 6305-ös úton, ez Kálóz és Nagyhörcsök közötti szakaszán, ahol egy munkási járatos autóbusz 18 személyt szállított, egy kidőlt fának ütközött. Jelentős erőkkel vonultak a helyszínre a tűzoltó kollégáim is, illetve a mentőszolgálat munkatársai is. Szerencsétlenség, hogy összesen 5 könnyű sérültje volt a balesetnek. A kidőlt fát a tűzoltók távolították el, a járóképtelen, mozgásképtelen autóbuszt pedig a gépjármű tulajdonosa szállította el a helyszínről. Este 10 óra magasságában itt Székesfehérvár és Lovasberény között a 811-es út gyakorlatilag járhatatlan volt a kidőlt fák és leszakadt faágak miatt. Két irányból kezdték meg a tűzoltók a kármentesítést. Innen a megyeszékhely felől székesfehérvári tűzoltók indultak el, és ahol nem tudtak tovább menni kidőlt fától, ott elkezdték a beavatkozást motorfűrészekkel. Lovasberény irányából pedig a Csákvár és a Lovasberény önkéntes tűzoltók ugyanezt tették, és nagyjából félúton találkoztak. Közben kaptak egy lakossági bejelentést, hogy szintén a 811-es útról nyíló úgynevezett Lujza-Majori bekötőút is járhatatlan. Talán itt volt a legtöbb, rövid útszakaszra értve a legtöbb fakidőlés, összesen 9 villanyoszlop és 10 nagyméretű fa dőlt az útra. Abból adódó, hogy Lujza-Majornak ez az egyetlen útja, ami meg lehet közelíteni, így ki lehet jelenteni, hogy rövid időre ők elzárta a vihar őket a környezetétől, legalábbis ami a közúti közlekedést illeti. Ezt a beavatkozást itt a kárfelszámolás székesfehérvári hivatásos, csákvári, lovasberényi, szintén székesfehérvári önkéntes tűzoltók közös erővel végezték. 21 tűzoltó dolgozott, és kb. Hajnal 2 órára lehetett ezt az útszakaszt teljes szélességében és hosszúságában felszámolni. Ma reggelre még 4 olyan káresemény jutott, amit most reggel vehettek észre a lakók, illetve a bejelentők. Egy esemény volt a Pozsonyi úton, ahol egy kertben kidőlt egy fa, és a szomszéd épületére dőlt részben. Természetesen fehérvári tűzoltók avatkoztak be. A másik pedig Székesfehérvár Csala területén a kastélyhoz vezető úton egy nagyméretű platánfának szintén egy nagyméretű ága leszakadt. Ez jelentett veszélyhelyzetet. Itt is fehérvári tűzoltók számolták fel a veszélyhelyzetet. Személyisérülés egyik esetben sem történt. És szeretném megemlíteni, ugyan Somogy megye, szomszédos megyéről van szó, de olyan jelentős mennyiségű viharkár keletkezett, százas nagyságrendben érkeztek a segélykérő hívások, hogy Fejér megyéből Sárbogárdról és Székesfehérvárról is egy-egy tűzoltó autót átvezényeltek Somogy megyébe, és ott segítik az ottani kollégák munkáját. Konkrétan a székesfehérvári tűzoltó autónk reggel már úgy indult útnak, hogy 40 kárhelyszín címet kapott, amit fel kell számolnia. Pihenhettek meg, városszerte számtalan helyszínre riasztották őket a kidőlt fák miatt. 2. Az Aranybulla ZRT lecsapott a vihar az Aranybulla ZRT szarvasmarha telepén is. Stéger András a Aranybulla gazdasági vezetőjeként sikerült már felmérni a károkat. Mi történt? Nagyjából sikerült felmérni a károkat. Jelentős káraink vannak a tegnap esti és éjszakai vihar következményben. Egyrészt a szarvasmarha telepen, majd a szárítókeverő üzemnél, ahol termények is károsultak. Itt végső soron állatokba, egységekbe nem esett kár, viszont a épületkár, tetőszerkezetek, főleg valószínűsítem ilyen szívó hatása a viharnak, egyszerűen fölszaggatta a területet, de ehhez még jelentős jégcsapadék is párosult, úgyhogy nagy problémákkal állunk szembe. Biztosítóval felvettük a kapcsolatot a kárfelmérés folyamatba. Itt több ezer, sőt
10 milliós kárról lehet szó, valószínűsíthető. Látjuk, hogy a munkatársaik megkezdték a kárelhárítást. Mikor sikerült ezzel, vagy mikor sikerül ezzel végezni? Hát a kárelhárítás folyamatban van, most is végezzük azokat a területeket, ahol ideiglenes fedés vagy takarás szükséges, ezt okvetlen a mai nap folyamán megtesszük, hisz tetőszerkezetet nem egy pillanat alatt lehet helyrehozni, itt, sőt, még itt a városban egyelőre palahiánnyal is küzdünk, amit lehetett már összeszedtük, vásároltunk, elkövetkező napok egy gyors javítás, illetve tódozás-foltozás történik, és a rendes helyreállítás, ez heteket, esetleg hónapokat vesz igénybe. Ból 4 is maradandóan károsodott. Az átazott az Aranybull az ERT zsíros tanyáján, az itt... A zsíros tanya stratégiai hely, hiszen itt van a learatott gabona, tehát fontos minnyájunknak, de a vihar sajnos nem kímélte a tanyát sem. Hát sajnos itt 11 darab nagy teljesítményű raktárunk van, mint egy 2000 tonna per raktár. Itt 4 szín nagyon károsodott, itt a tetőszerkezetbe a palák hiánya, legalább 1000 darab pala hiányzik, amelyet pótolnunk kell, és ezt igyekszük minél előbb beordani. Mit jelent ez a búza minőségére, ha ilyen károsodás érik? Gondolok itt a nedvességtartalom megnövekedésére. Hát itt azzal, hogy megnövekszik a nedvességtartalom az ázásnál, hát ez abszolút kritikus, ez nem megengedhető. Ezt a terményt újból le kell szárítani, de nagyon gyorsan, pár órán belül, és akkor még menthető takarmányozásra bizonyára alkalmas. Az előbb játékosan megjegyezték, hogy amit eddig az időjárás, az Isten végzett el, azra sajnos most emberi elő, illetve a gépek fogják. Mennyien költséggel jár ez? Hát a szárítási költség az gyakorlatilag 20 ezer forint per tonna körüli áron értékesíthető, illetve tudható be. Tehát a mennyiség és a minőség itt ilyen értelemben persze kardba ötve jár, de utána az értékesítésnél lesz gond ezzel? Hát ennél az értékesítésnél lehet gond, ez nem értékesíthető kenyérgabonának, ez csak takarmánygabonának értékesíthető. Ez viszonylag a kár mellett szerencse, hogy jelentős állatállománnyal rendelkezünk, és ezt szárítás után természetesen meg fogjuk etetni. Mikor tudnak nekiállni a helyreállítási munkáknak? A helyreállítási munkát ma már megkezdtük, gyors helyreállítás történik. Végső soron a lyukaknak a ideiglenes foltozása, de generálban ezt augusztusban tudjuk a tetőszerkezetet kicserélni. A 4 is maradandóan károsodott. Az átázott kenyérgabona szárítása megkezdődött. A raktárakban és a termésekben esett kár a becslések szerint 14 millió forint. 3. Az ítéletidő nem kímélte a kalászosokat sem, itt vagyunk egy búzaföld mellett, szépen megfektette a nagy eső és a vihar. Hát igen, az elmúlt éjszaka folyamán ezeket a növényeket sem kímélte az idő. A betakarításra érett és tényleg már készen álló gabonákat most megfektette, átáztak, gyakorlatilag fölpuhult a szem. Hát, hogy mennyi beltartalmi kárt okozott, ezt még nem tudjuk. Valószínűsítem, hogy az időjárás után egy 10-12 óra múlva majd talán meg tudunk indulni a kombájnokkal, de kizárólag az álló gabonába, amelyeket még imittam ott hagyott, de ami itt mögöttünk áll, ezt hát bizony el kell napolni a betakarítását, mert ennek a kiszáradása sokkal hosszabb időt vesz igénybe. Ilyenkor mi a teendő? Tehát várni kell, ugye ez az egyértelmű. A másik, mennyi kárt okoz általában egy hasonló időjárás, hiszen most mondják, az előjelzés azt ígéri, hogy továbbra is forróság lesz, ugyanakkor egy-egy vidéken lecsaphat a vihar újra. Hát ez elég változó, a kárt így megmondani nehéz, de én azt gondolom, hogy vannak részek, ahol akár 20%-os
veszteség is kialakulhatott, ez a termésbe, tehát a súlybani veszteség, a beltartalom, hát az szintén egy későbbi vizsgálatnak a során derül ki, de általában mindig minden eső kilugozza a beltartalmat, tehát a sikér romlik a beltartalom. A hétfőn a bővelkedett időjárási szélsőségekben ezen a napon mérhettük az idei évben idáig a legmelegebb napot, amely 37 fokot jelentett árnyékban. Ez már forró napnak számít, hiszen ennek kritériuma a 35 fok feletti hőmérséklet. Ráadásul ezt a forró napot egy igen intenzív zivatar átvonulás, úgynevezett szupercella zárt le, amely jelentős veszélyforrásokkal is bír. A szupercellák elsődlegesen a nyári meleg időszakban fordulhatnak elő, de az év más elsődlegesen meleg időjárású helyzeteiben is megjelenhet, főként tavasszal. Az ilyen forgó zivatarfelhők úgy jönnek létre, hogy heves és gyors feláramlás indul be egy forró nyári napon, és ha kellő nedvesség is van, valamint a meleg, párás levegő felemelkedése során a magasban a szélirány gyakran változik, akkor örvénylő zivatarfelhő, úgynevezett szupercella jöhet létre. Hát ezt elősegítheti az is, ha egy hidegfront mozog a közelben. Hát így volt ez hétfőn is, amikor egy gyenge hidegfront érkezett este. Emellett forró, este felé már kellően nedves levegő volt itt a Közép-Dunántúl felett, így gyorsan keletkező és gyorsan vonuló szupercellák jöttek létre. Mire Fehérvárra ért a vihar, egy kicsit már szelidült, de így is szürreális égképpel érkezett a kora esti órákban. Ezeket a forgó zivatarfelhőket erős, kontrasztos felhőzet, forgó jelleget mutató szerkezet és a heves csapadék miatti erős kifutó szél, valamint gyakran előforduló jégeső, felhőszakadás és rengeteg villámlás jellemzi. Általában gyors a vonulása, de ez alatt akár rövid időre 100 km/h vagy feletti orkenerű szél is lehet, főként a cella érkezésekor. Ezután leszakad az ég, és rövid idő alatt, akár körülbelül 10-20 perc leforgás alatt is több 10 mm-nyi eső is leeshet. Ez volt hétfőn is a városunkban. Ezt az időjárási helyzetet egyébként egy anticiklonnak a leépülése és a közelgő gyenge hidegfrontok okozták. És hát ilyen hidegfrontok érkezése várható még a héten több alkalommal is. Az első ilyen hidegfront, ez várhatóan kedről szerdára virradó éjszaka érkezik, és mivel előtte ismételten azért még meleg idő várható, azaz kedden 30 fok körüli hőmérséklettel, ezért bizony elsődlegesen a szerdára virradó éjszaka folyamán ismételten lehetnek záporok, zivatarok. Talán szerencsére szupercellától már nem kell tartani, de így is várhatóan azért villámtevékenység lesz, illetve akár jelentősebb csapadék is hullhat majd. Aztán a szerdai napon egy átmeneti, nyugodtabb időjárás valószínű, viszont egy újabb hidegfront érkezik majd valamikor szerdáról csütörtökre virradóan, akkor ismételten van esély esetlegesen záporok, zivatarok kialakulásának, és ez ekkor hozza majd meg, illetve ez a hidegfront hozza majd meg a tartósabb hőmérséklet csökkenést, és az csütörtöktől kezdődően nagyjából vasárnapig tartó időszakban az átlagos körüli vagy annál egy pár fokkal hűvösebb időjárás várható. Úgy néz ki, hogy a hét második felében talán már nem várhatóak viharok, viszont még kisebb frontátvonulások előfordulhatnak, ezekből inkább már futózáporok lehetnek. Megélénkül majd a szél, északnyugatira fordul, és ezzel érkezik majd a néhány fokkal hűvösebb levegő, és napközben egyébként olyan 25 fok körüli hőmérsékletek várhatóak, és az éjszakai hőmérsékletek is azért néhány fokkal visszaesnek. Ha majd leáll a szél, kiderül az ég, akkor bizony olyan szombat, vasárnap tájékán 10-15 fok közötti minimumok várhatóak. Viszont ez is csak egy átmeneti lehűléses időszak lesz, és úgy néz ki, hogy a jövő hét folyamán, jövő hét elejétől kezdődően fokozatos melegedésre kell számítanunk, és úgy néz ki, hogy kedd szerda tájékától ismételten visszatérnek a 30
30 fok fölötti hőmérsékletű napok, sőt akár a hét második felében a 35 fokot is ismételten elérheti majd a maximum értékek. Egyelőre száraznak néz ki az időszak, de várhatóan majd azt a meleg periódust is akár hevesebb záporok, zivatarok záratják majd le.